Gyerekekkel telt meg a sportház csütörtökön és pénteken délelőtt. A Szavária Szimfonikus Zenekar megtartotta idei első zenemanók hangversenyét, ahol a legkisebbek játékos formában ismerkedhetnek meg a komoly zenével. Nagyon fontos dolog számunkra az, hogy a zenét, a komoly zenét, azt beágyazzuk egy olyan közegbe, amit a gyerekek könnyebben befogadnak. Meg kell tanulniuk, hogy bejönnek, itt zenét hallgatnak, a zenehallgatás az jó, és ezt a jóságot próbáljuk meg úgy összerakni, hogy ne csak szárazon zene legyen számukra, hanem kapnak mindig egy kis keretjátékot, amit a kollégáim játszanak el, színészkednek egy kicsit, vagy éppen csak zenélnek, kinek milyen feladata van, de úgy tűnik a látogatásból, hogy egyre fontosabb a gyerekek számára is, meg a pedagógusok számára is, hogy eljönnek erre a rendezvényre. A mostani előadás az Állati Jó Panzió címet kapta. A története szerint a zenekar tagjai utolsó pillanatban tudják meg, hogy külföldre kell menniük zenélni, ezért a házi állataikat be kell adniuk egy kis állatok részére kialakított szállodába. A zenemanót minden évben 4 alkalommal játsszák. A nagymúltú produkció folyamatosan fejlődött az évek során. A zeneműveket először narráció kísérte, ezt váltotta fel a szerepjáték, amely a gyerekek számára nagyobb élményt nyújt. Rendszeresen járunk a zenemanő előadásokra, iskolánknak kiemelt célja a kulturális nevelés. A gyerekek nagyon szeretik a zenét, nagyon szeretik az énekórákat, művészeti iskolánkban is kiemelten foglalkoznak a kulturális neveléssel, úgyhogy ezzel minden ilyen rendezvényre igyekezünk elhozni gyermekeinket. A Szavária Szimfonikus Zenekar programnaptárában a Brahms és Ligeti című hangverseny lesz a következő március 31-én a Sportházban.